Örvecki Gábor grafikus művész, a Tóth Kálmán Népfőiskola Panyi László Művészeti Kollégiumának vezetője köszöntötte a Magházban mindazokat, akik Cseh Tamás előadó művész életműve iránt érdeklődtek. Ez az alkalom a második állomása annak a sorozatnak, amit Cseh Tamás életművéből szemezget, kortársain, barátain, alkotótársain keresztül. A Koppány Monostori Magházban indult sorozat apropója, hogy éppen a Magyar Kultúra napján, idén január 22-én ünnepelhettük Cseh Tamás 70. születésnapját. Március 8-án Jász Attila, József Attila díjas költő, az Új Forrás irodalmi folyóirat főszerkesztője volt vendége a szakmai kollégium találkozójának. Ekkor mutatták be a márciusi számot. Jász Attila elmondta, Ölvecki Gábor komáromi grafikus művésszel 2 évtizedes barátság és az indián sors is összeköti. Amikor én láttam ezt a rendezvényt egy honlapon, megjelent, az jutott eszembe, hogy nekünk meg éppen most jelenik meg márciusban egy olyan számunk, amiben a Cseh Tamás rajzai vannak, az indiános rajzok. A Bereményi Gézának az a szövege, amit most 2 hónappal ezelőtt az OSK-ba a Tamás 70. születésnapjára írt, a túlélő dala. Tehát egy olyan szöveget írt a Géza, dalszöveget, amit úgy gondolta, hogy ez majd a... Tehát, hogy ezt már nem fogják megzenésíteni a Tamással. Ezt elkértem a Gézától, ez van benne. És egyébként meg kortárs indián költők, íróknak a munkái szerepelnek benne, ami hát nagyon-nagyon izgalmas, nagyon keveset tudunk róluk. Rengeteget tanulhatnánk arról, hogy ők az indián identitásukat, azzal együtt, hogy rezervátum, meg hogy akkor ők most beolvadjanak, vagy ne olvadjanak, vagy mi legyen, hogy akkor most mit is kell kezdeni ezzel az egész indián mi volttal. És hát számomra, mert hát, hogyha az impresszumot megnézi, akkor látszik, hogy idéntől úgy vagyok föltüntetve Jász Attila Csendes Toll főszerkesztő. Tehát előtérbe helyeztem a Csendes Tollságot, ami hát egy tisztelgés a CT monogram előtt. Szinte túlélőnek számít ez az irodalmi folyóirat. Én azt gondolom, hogy egy jó tanítvány vagyok. Ahogy az indiánok annak idején 150 éve, amikor rezervátumokba csukták őket, és voltak olyan törzsek, akik inkább Kanadába vonultak, vagy a szabadságot választották, mi is egy ilyen kultúrharcot folytatunk. Ezt az Új Forrás folyóiratot egyébként úgy hívjuk, tehát, hogy indián törzs, Új Forrás törzs. Fiatal lelkes embereket szereztem magam mellé, harcosokat, akikkel közösen kultúrharcolunk. Tulajdonképpen ez egy misszió, és hát, hogy ezt miből lehet, ezt úgy lehet fenntartani, hogy nem azzal foglalkozik az ember, hogy mikor fogod kifizetni a honoráriumot. Most például 3 hónapja nem fizettünk se a nyomdának, se a tördelőnek, szerkesztőknek, szerzőknek, meg végképp nem. Tehát ez egy ilyen harc, viszont megvan a pénzünk, előbb-utóbb utalni fognak, ha bírjuk a nyomást, akkor ez mind rendben lesz, és működni fogunk. A márciusi szám kortárs indián irodalommal foglalkozik Cseh Tamás rajzaival illusztrálva. Tartalmában ott van Pilinszky és Bereményi Géza is. A folyóirat külleme is irodalmi érdekesség. Amíg szerintem Cseh Tamás rajzot vagy nyomatot rakunk rá, és ezt ízlésesen szépen elő tudjuk adni, akkor ez rendben van. És hát úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az olvasót a pultukról érintse meg, tehát hogy legyen kedve levenni. És nálunk, ahogy mondta is, tehát minden szám picit másképp néz ki azért, hogy lehessen tudni, hogy ez egy új szám. Illik tudni, hogy Jász Attila szőnyi kötődésű. Még annyiban is, hogy ez a bizonyos Csendes Toll nevezetű, CT nevezetű indián alter ego írt egy könyvet, amiben hát az egyik legfontosabb szöveg a Dunáról szól, arról a gyerekkori élményről, amit a nagyszüleimmel élhettem meg. Tehát ez az iszonyatosan hosszú és unalmas nyarak, amikor én lejárhattam a Dunához, és itt töltettem el a gyerekkoromat. Ez azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb szövege ennek a könyvnek. Úgy is látszik, hogy ez valami brutális terjedelmű a többiekhez képest. Az Új Forrás márciusi számában Jász Attila Csendes Tollának nyoma is olvasható.